Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket. Én Bújdosó Tamás vagyok, a Szentesi Vízilabda Klub elnöke. 2010 óta dolgozom a klubnál, mint pénzügyi vezető, illetve nem szakmai, hanem igazából a pénzügyi területen. Amikor fölkértek erre az előadás megtartására, úgy gondoltam, hogy egy kicsit hitelesebb tudok lenni, hogyha megkérem a gyerekkori játszótársamat, unokatestvéremet, illetve munkatársamat, Győri Esztert, aki játékosként ugye 6-szor nyert magyar bajnokságot, nyert 2-szer magyar kupát, egyetemi bajnok Amerikában, junior Európa bajnok, VB ezüstérmes és univerziádé győztes. Edzőként pedig már többször nyert utánpótlás magyar bajnokságot, és a magyar válogatott mellett dolgozva IFI VB-n nyert egy bronzérmet. Úgy gondolom, hogy ezt azért szerettem volna, hogy ezt mind elmondani, mert ezt gyakorlatilag egy kivételével mindet szentesi színekbe nyerte. Ugye nem lehet szentesi színekbe amerikai egyetemi bajnok, de az összes többit a szentesi klub színeiben aratta. Mi jut először eszünkbe arról, hogy vízilabda? Ugye, akik nyomon követik az olimpiákat, azoknak egyből vág az eszük, és azt mondják, hogy a legeredményesebb magyar csapatsport a férfiaknál, hiszen 9 olimpiai aranyérmet nyertünk. Akik egy kicsit jobban követik a vízilabdát, azoknak meg egyértelmű a 60-as, 70-es, vagy 80-as, 90-es, vagy 2000-es években is mindig, mindenhol magyar, illetve jugoszláv, vagy a nagy Jugoszlávia területén élő országokkal a magyar válogatott ugye nagyon nagy ütközeteket, csatákat vív. Vízilabda 1900 óta szerepel az olimpiai játékok műsorán. Egy érdekesség, hogy az első 5 olimpiából 4-et Anglia nyert, és mind 4-szer Belgiumot győzte le. Ezek az országok ma már nagyon eltűntek a vízilabdából, pedig ők rakták le az alapjait. A női vízilabda 2000 óta szerepel az olimpiák történetében. Ekkor azért minden ország különböző programok keretében megpróbálta a női szakágokat felzárkóztatni a férfiakéhoz. Eddig 13 ország kvalifikálta magát a női olimpiák történetében. Igazából ez a női vízilabda élmezőnye. Itt, hogyha megnézzük a éremtáblázatot, azért látjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok elég nagy fölényben van. Ő az, aki minden olimpián nyert már élmet. Ez a képzés különbségnek köszönhető, mert Amerikában másfajta, illetve máskor képzik a játékosokat, mint Európában. Így gyakorlatilag 18 éves korig megtörténnek Európában a képzések, Amerikában pedig igazából akkor indul be, mert akkor jutnak be a gyerekek egyetemre, különböző ösztöndíjak keretében, és akkor ott kitűnő edzők nagyon komoly képzést kapnak, és eddig ez úgy néz ki, hogy sokkal eredményesebb, mint az európai, mert ott tudnak 20-25 éves korra csúcsjátékosokat faragni. Ami nagyon fontos, hogy hol, hányan vízilabdáznak. A kínaiakkal a Szentesi Klub nagyon jó kapcsolatot ápol, és innen van az adat. Ők elmondták, Kínában 600-an vízilabdáznak. Ugye elég belegondolni, hogy majdnem ennyi millióan pingpongoznak. Magyarországon 1400 igazolt versenyző van,
amiben vannak már szeniorok, illetve vannak még nagyon fiatalok, akiket én nem mondanék vízilabdásnak. Én azt mondom, hogy olyan 1200-an vízilabdáznak, ebből 80-an Szentesen. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy majdnem 7% itt vízilabdázik nálunk. A magyar bajnokságban, ami 10 csapatos volt tavaly, és volt 5 OB1B-s csapat, tehát 15 csapatból összesen 123 felnőtt nő vízilabdázik. Ami mutatja a gyengeségünket is, mint klubvezetők, mert nagyon komoly túlkereslet alakult ki felnőtt női vízilabdázók részére, mert több a klub, mint ahány felnőtt nő vízilabdázik. Szentesen 1983-ban alakult meg a női szakák, dr. Tóth Gyula mesteredző vezetésével. 11 magyar bajnoki címet nyert, a klub 93-ban meggyőzelmet szerzett, ez máig egyedüli az országban. Kétszer nyert magyar kupát, és ugye a leelsőt is a szentesi csapat nyerte. Nagyon komoly sikereket tud maga mögött a klub. Ebből kettőt kiemelnék. Az egyik az már 4 éve volt, amikor a szentesi női felnőtt csapat a bajnoki döntőben 2-1-re vezetett már a Dunaui Város ellen, és Szentesen volt a negyedik mérkőzés, ahol a vendég Dunaui Város a mérkőzés 9,5 perccel a vég mérkőzésből már csak 9,5 perc volt hátra, és akkor 9-4-re vezetett a Dunaui Város. Innen nem nagyon szoktak már csapatok fölállni. Itt a mellettem álló hölgy segítségével a szentesi csapat ezt a mérkőzést döntetlenre mentette, és büntető dobásokkal pedig elhódította a bajnoki címet. Ennek találtunk itt egy 1,5 perces rövid ünneplő videóját, ezt megpróbáljuk megmutatni, hogyha elindul a masina. De ott is nagy. Az elmúlt évben, vagy hát a júniusban is volt egy nagyon nagy sikerünk. Az elmúlt 2 évben ugye 6 országos bajnokságot írtak ki, ebből 4-et mi nyertünk. 16-17-es szezonban a gyerekkorosztályban, illetve az ifjúságiak között, 17-18-as szezonban a gyerek és a serdülő bajnokságban tudtunk győzedelmeskedni, hozzátéve, hogy a harmadik, ugye az IFI bajnokságban pedig ezüstérmet nyertünk. Szentes lett az első számú utánpótlás nevelő egyesület. Mi vagyunk a legeredményesebbek, ugye a következő egyesület az elmondhatja magáról, hogy ugye 6-ból 1 bajnoki arannyal rendelkezik.
Ugye meglepő eredmények, ugye az emint előbb látott bajnoki cím is egy nagyon nagy meglepetés volt. Ha játékosokat összehasonlítjuk azokkal a klubokkal, akiket megelőztünk, a maga játékos állomány kerete nem biztos, hogy a legjobb volt, viszont kiváló mentális felkészüléssel, felkészítéssel a jobb csapatok néha legyőzhetők. Elmondható arról a keretről, hogy mindenki a Szentesi Vízilabda klubban szentesi, és itt nevelkedett, kivéve három játékost. Ugye volt egy holland idegenlégiósunk, egy angol idegenlégiósunk, illetve egy görög kapusunk. Az idei év meglepetés, amit elkezdtem itt mondani, hogy a serdülő csapatunk bajnokságot tudott nyerni. Mindezt azok után tette, hogy 6 vereséget gyűjtött az alapszakaszba, ami annyit jelent ugye, hogy a 12 csapat oda-vissza játszik mindenkivel, és az első 4 utána egy rájátszással eldönti, hogy ki a bajnok. Az alapszakaszban 24-6-ra és 18-4-re kikaptunk ettől az UVSN nevű csapattól. Megmondom őszintén, én nagyon mérges voltam akkor, hogy ez hogy lehetséges. De utána megbékéltem, mert a 4-es döntőben szenzációsan játszva 7-4-re le tudtuk győzni. Ugye normál esetben ugye ennek nem történhetnek meg, mert hogyha ekkora különbség van két csapat között, az soha nem szokott átfordulni. Milyen motivációja van a fiatal lányoknak a vízilabdában? Ugye én első helyre azt tenném, hogy aki sportol, versenyszerűen sportol, ugye az válogatott szeretne lenni, és képviselni szeretné saját hazáját különböző nemzetközi mérkőzéseken. A második nagyon fontos, és mindenki pénzből él, pénzkereseti lehetőség. Mondom ezt azért, mert ugye a Szentesi Vízilabda Klub az egy hivatásos sportszervezet, magyarán profi státusza van. Európában a magyar, olasz, orosz, görög, spanyol bajnokságokban fizetnek a hölgyeknek ezért a tevékenységért. Körülbelül ilyen 500 és 300, 3000 euró közötti havi fizetéseket. Magyarországon lehetőség van a vízilabda mellett különböző felsőoktatási intézményekben tanulni, ami nagyon szerencsés. Kiemelve itt két várost, amelyik komolyan erre a témára ráfeküdt. Ugye Dunaújvárosban, ugye a Dunaújvárosi Főiskola maga a klubnak a neve, gyakorlatilag diplomát lehet amellett szerezni, hogy a Dunaújvárosban valaki vízilabdázik OB1-es szinten, illetve Egerben, ahol az Egri Főiskolával van a klubnak egy nagyon szoros kapcsolata. Segítenek akár a felvételben, és utána pedig, hogyha ott marad valaki 4 évig, akkor egy diplomával a kezében tudja esetleg szögre akasztani a sapkát. És van egy olyan szegmense is ennek a női vízilabdának, amiről a benfentesek igazából nem nagyon, benfenteseken kívül nem nagyon tudnak. Sokan meg lehet ismerni a világot, amerikai ösztöndíjat lehet nyerni. A előadás elején már említettem, hogy Amerikában egy kicsit másképp működnek a dolgok. Ha valaki jó tanuló és jó a vízilabdában, arra könnyen rácsapnak az amerikai egyetemek, és különböző ösztöndíj lehetőségekkel bombázzák ezeket a fiatal európai lányokat. Egy ilyen első fecskének szeretném átadni a szót, aki Magyarországon, hogyha jól tudom, másodikként volt kint egy ilyen ösztöndíj keretében Los Angelesben, és ott is nagyon sikeres volt. Győri Eszternek a szó. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit.
Igazából arról szeretnék pár szót beszélni, itt Tamás elmondott már sok mindent a szentesi vízilabdáról és a esetleges lehetőségekről. Én arról szeretnék beszélni, hogy igenis egy ilyen kisvárosból is nagyon sok mindent el lehet érni. Én még egy ennél is kisebb városból jöttem igazából, mert én Csongrádon nevelkedtem, ott jártam középiskolában is. Igazából egy nagyon komoly sérülés után kezdtem el úszni, és utána vízilabdázni. Én nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek a vízilabdának, és én most is azon vagyok, hogy ezt a gyerekeknek át tudjam adni, és hogy minél több lánya szeretesse meg a vízilabdát. Játékosként én ugye csak a Szentesbe játszottam az amerikai egyetemi éveken kívül. Itt hatszoros bajnok voltam a Szentessel, kétszeres magyar kupa győztes, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sikeres évek voltak ezek. Aztán utánpótlás válogatott lettem, és megnyertük a 98-ban a Junior Európa bajnokságot, nem most volt, de ez még mindig ez az egyetlen magyar utánpótlás női arany, azóta sem nyert senki. Remélem, hogy ez azért hamarosan megváltozik, de ezt még mindig mi aranyunk az egyetlen. És utána a középiskola után két egyetemről is megkerestek. Az egyik junior világbajnokságon oda jött hozzám két egyetemi edző, hogy ezek lennének a lehetőségek. Akkor ez még tényleg nem volt annyira szokványos, hogy valaki kimenjen Magyarországról Amerikába tanulni, de ezt egy nagyon-nagyon jó lehetőségnek tartottam, megcsináltam hozzá a vizsgákat. Én nagyon jó tanuló voltam amúgy a középiskolában is, tehát igazából ezzel túl sok problémám szerencsére nem volt, úgyhogy a USC-re kerültem, ami az egyik legjobb magánegyetem Amerikában. Los Angelesbe becsöppentem, Csongrádról Los Angelesbe, csak ámultam és bámultam, de nagyon-nagyon jó évek, és tényleg én azt mondom a tanítványaimnak is, hogyha vannak ilyen lehetőségek, akkor igenis ezzel élni kell. Nyertünk ott amerikai bajnoki címet, ez ugye jár egy aranygyűrűvel, meg tényleg ott ez nagyon nagy szó, tehát hogyha valaki ösztöndíjas, vagy sportösztöndíjjal bekerül, nagyon nagy értéke van. Én 100%-os ösztöndíjat kaptam, ami talán még ritkább, hogy mindent fizettek, tényleg a szüleimnek csak a repülőjegyeket kellett állni. Úgyhogy ott nyertünk bajnoki címet, nekem már akkor nagyon megtetszett az edzősködés, és én ott elkezdtem edzősködni, hazajöttem, és egyből a Szentesi Vízilabda Klub edzői karába tart, az 2006 óta oda tartozok, azóta itt edzősködöm, és 2013 óta a magyar válogatott mellett is dolgozom. 2014-ben világbajnokságon bronzérmet nyertünk, most pedig az U15-ös és az U16-os válogatott szövetségi edzője vagyok. Igazából nekem a célom most így a rövid távú célok, hogy az első nőként, vezetőedzőként vezessek egy válogatottat. Idén nyáron U15-ös és U17-es Európa bajnokságban én nagyon szeretném, hogyha az egyik csapatot én vezethetném. Meglátjuk, ez ugye nem az én döntésem, de nagyon szeretném, hogyha ez lehetőséget kapnék bizonyítani. A szentesi sikerek, mind a négy bajnoki címnek részese voltam, a gyerekcsapatok vezetőedzője voltam az elmúlt két évben, a serdülő és az ifi csapat mellett én voltam a segédedző, úgyhogy mind a négy kispadon ott ültem, és ez tényleg egy nagyon-nagyon jó érzés, egy nagyon-nagyon jó élmény. Én pici koruk óta ezekkel a gyerekekkel kezdtem, tehát ők amikor először lejöttek az uszodába, akkor nálam kezdtek vízilabdázni, és folyamatosan az évek alatt láttam őket ügyesedni, fejlődni, nővé válni, és azt gondolom, hogy ez a jó munka, ez ezekben az eredményekben azért megmutatkozik. Én is azt vallom, hogy nem az a legfontosabb, hogy milyen eredményeket érünk el, de ha jól dolgozol, akkor jönni fognak az eredmények is. És igazából csak egy utolsó, hogy mit ér a vízilabdázó, ha nő, vagy mit ér a vízilabdázó, ha győri, ezt én remélem, hogy nagyon sokat, és én ezt próbálom tényleg a tanítványaimnak is átadni, minden tudásomat és minden élményemet, amit nekem a vízilabda adott.